Hölgyeim és Uraim, közörösödik a lelkesvillában. Pontosan, és hát szinte közel 7 évvel ezelőtt volt az, amikor a koronavírus járványja bezárta a közintézmények, így a Rigalérián közöttet zárjon. És a 2 év kellett ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, hogy ismét korlátozások nélkül tudjunk kiállítást megnyitott tartani itt a lelkesvillában. Igaz, hogy idén már nyitottunk egy kiállítást, de ugye a kiállítás megnyitóra még nem kerülhetett sor, hiszen úgy gondoltuk, hogy ha nem lehet teljes értékű megnyitott tartani, akkor inkább nem tartunk semmit. Úgy gondoltuk, hogy ezt az első korlátozás nélkül kiállítást megnyitó nagyszabásra terveztük, és egy nagyon jó fotóművészt kérjük fel, hogy legyen az első kiállítás résztvevője. Ő pedig Pál András fotóművész, és sok szeretettel köszöntök itt a lelkesvillában. És hát természetesen köszöntöm én körükben a Magyar Fotótagozatának elnökét, Ugyán Attila fotóművészt. Akit egyben fel is kérnék arra, hogy nyissa meg a kiállítást. Gál András, idő 3+1 felvonás van. Tisztelettel köszöntök minden egyes látogatót, úgy is, mint a kiállítás aktív résztvevőit. Azért tartom ezt fontosan kiemelni, mert bármely kiállítás attól lesz az, ami akkor tud megméretetni az esztétika vagy a szórakozás oldalán, ha jelen vagyunk. És a művész vagy alkotó is akkor tudja felmérni alkotásai hatását, ha látja, érzi a közönség jelenlétét. 2 cuda lesz emlővel a hátunk mögött, most remélhetőleg valóban a hátunk mögött, bízunk abban, hogy újra hatalmába kerül bennünket a jó esélyt. Talán ez az itt és most érzés még hangsúlyosabb, ha egy fotókiállítást tekintünk meg az emberre. Azt is megmondom, hogy ilyen. A fotográfus jelen esetben Pál András, legfőbb szövetségese képek elkészítésekor az idő, a jelen idő. Tulajdonképpen, aki fotografál, csak a jelen idő tudja megértékelni objektívével, szubjektíven. Nem véletlen, hogy András 3 kételes, vagy úgy tetszik, 3+1 anyagának is összefoglalt a címe, az idő. Hozzáteszem, az idő 3+1 felvonás van. De hogy ez a jelenlő mégsem legyen annyira egyszerű, utaznunk kell. Minden egyes látogatónak a saját ritmusában, mint ahogy mindannyian más időrendszerű élünk. És ezen utazások közben, amit a képek nézegetése alatt átélünk, valahová gondolat, hogy mélyre felidéz valami, egy helyszín látnál, megidéz valamit egy portré látnál, vagy maga elé képzel egy ismert jelenetet, akár a fesztivől két helyszínre látnál. 3 tételt említettem, 3+1 teremben. Milyen érdekes, hogy számunkra a 3-as szám milyen fontos, akár mesevilágunk, akár történelmünk kapcsán is. És ha már történelem, Feszki Árpád híres költéke, a magyar beivetele, és András kutatómunkájának valósága, akár martos, ingyes vagy jó pusztaszer, akár kenderesek tekintetében is érdekes lehet, ha nem trombolna bele a legnagyobb jelen a világunkban, nehéz utánunk, hogy ne gondoljunk a Kárpát-Ukrajnát is jutó értelmezhetetlen borzalomban. Pedig van itt számunkra más üzenet is, András lelovásában. Ismerjük és látjuk a tárgyat munkás mellett, akkor és most, és az ember óhatatlanul is keresgélni kezd a jelenkor képén is, hát ha felel valami, hát ha megjutsz valami. Ha nem is a tárgyat, elvázolt képen rögtön mellette portréba látni. Olyan emberek portréi, mint Martos volt, aki akár a festménye szerető leszármazottak is lehetnének. Akár leszármazottak. Gyönyörű gyakran vagyunk. A szár, ami egyenes, amiből mindannyian sarjadunk, akárhol élünk. És ez a portré sorozat, akár át is vezetek bennünket a következő teremben, amit talán tudnak, ahol még több portrét találunk. Miért fontos ez számunkra? Kik ezek az emberek? Mit tudhatunk meg róluk? Egy arckép láttán, vajon kinek mi fordul meg a fejében? Mit keresel össze? Titkokat, sorsokat, vagy csupán az esztétikát? Van ismerős a képeken. Tulajdonképpen mindenki, mert ahogy mindenki a saját sorsáért felel,
felelős, úgy a saját értékítélet miatt is. Ahogy András is egyféleképpen tudta elkészíteni ezeket a képeket. Úgy, ahogy ő látta, és ő látta őket. Minden egyik felfedezés a látogatóban marad. És ez az, amiért fontos, az akkunk jelenlét. Egy kiállítás megtekintés, hogy természetesen kulturális esemény. Találkozás az ismerősökkel, esetleg az alkotókkal, de leginkább felfedezés önmagunk számára. Hiszen az alkotó, a művész mindig tükröt kap nekünk. És nekünk ebben a tükörben nem csak önmagunkat kell észrevennünk, hanem azt az élményvilágot, ami végigkíséri az életünket, és amit fel tudunk fedezni máshol is, akár egy alkotás számára. Mert amit mi szépnek tartunk általában, az a képeket is szép lesz. És amikor viszonyulunk, az egy alkotásban is megviszonyogtak. De mielőtt bármi összegondolunk, az élmények mindig felülírnak minden azt. Talán azért, mert a hit, legyen az az önmagunkba vetett, vagy a saját alkotó, saját művészi meggyőződése erősebb mindennek. András is én alkotó. Hiszi, hogy számunkra ismeretlen emberekről készített portrék érdekesebb lehetnek. Minden portrék egyfajta kitárgyalkozás, egyfajta önfeladás, az alkotó és munkájának felelőssége, hogy mit mutatnak meg. De még abból is, amit nem látunk, a rejtve marad, még abból is felfedezhet valamit a szívünk és az elménk. Ugyebár egy törékeny gyermek arc sokkal kevesebb információt, mint a fenéket. Egy gyermekünk sokkal kevesebb elfogadással, szorongással rendelkezik. Szinte mindig mosolyog. Egy életerejében gazdag felnőtt már kurcol társadalmi helyzetét, megérni, megvalósít álmait, vagy épp azok hiányát látjuk rajta, míg az életünk legszebb szakaszába élőkön az utat, amin végig mentek. Mindannyian, vagy csak nem mindannyian fényképezünk. Egyéb a gyerekről, egy magunkról, egy szelfi, vagy egy család eseményről. Vajon hányszor veszünk nagyítót a kezünkbe, és személyünknek jutott a képeinkkel szerepléket? Vajon nem látunk a másik tekintetében, testtartásában valamit? Portrét fényképezni mindenki szeretne. És mégis nagyon nehéz mit van. Különösen akkor, amikor nem egy ismerőstől, hanem olyas valakiről kell arcképet készíteni, akivel lehet, hogy épp ott találkozol először. Ezért kérem, próbálj megtalálni fotográfus és modelljének kapcsolatát is András képeink. Segítségképpen, vagy talán érzéketlen bőn, mind nehéz megfényleni ember, hadd mondja meg itt Hosszabanyi Dezső, a szőke nő portré a című versét. Csit, felnetegetséget, hisz alszik, alszik. Bús boldogságát lehetnek teli. Fekete csipén kici aranyszín, úgy nyújt a kis ápadta meg fejét. Alvó szemében megholt, régi ápad. Békébe fáradt, várnakodóban. Miért ez a karcolóságon? Ki tudja, miért a fáradás gyászolnak? Csit. Csit. A kacagás oly merengő, a szava alatt ezüstös visecsengő, nincs szívtelen és nyúlszön. A csend, a szén, térnyére hú az érség, és ő, mint hatalmas aranykozó, némán viselt nőrű szőkeség. Ugye, mennyi felfedezés, mint a két alvó ember, mennyi láthatás, és most gondoljuk végig, egy objektívvel mindez mennyire más, míg a költő versképe egyik, az elme szubjektumán alakulna, a fotográfus kezében egy fényképezővé alakul objektív fel. Természetesen neki is hozzá kell tenni az egyedik, a különlegesebb, csak mennyire más a kihívási alap. A fotográfus nem csak az elmét, hanem az eszközét is uralja fel, míg a pillanat következik is. De hogy nem arra tudna a harmadik, vagy akár a felső teremből is, én ezt szánnál a beszélnek. Csupa titok, csak a kalandozás a minket körülülelő tájában. Kis jelenképtelen dolgok teszik élettel tenni a megszokott képeket. A víz mozgása, a szél szárnyalása, a csíkokat húzó felhő, a megszokott tájban épp a humorban álló sziklák a tájban. Széltereket is látunk, mozdulatlanul vagy mozgásban. És néha jókat voltál nem csak az ember, hanem mi, a mi gondolatunk is szárnyalhatnak. Nem ismeretlenek a helyszínek, szinte majd mindenki ismeri valamelyiket.
Itt pont azt teszi érdekességű válogásunkat, hogy András megmutat nekünk, mennyi izgalmas dolog van a közvetlen környezetünkben, mennyi különleges pillanat nap mint nap. És lehetnénk napesére vezetni a képeket, a momentumokat, csak hogy akkor úgy járják, úgy jelenik az iskolában, amikor versenyzést tanulunk. Ugyan senki nem azt látta, mint a hivatalos jelenzés meghatározott nekünk, mégis az volt az elfogadott és a követendő. Ezért javaslom, hogy mindenki keresse meg a számára izgalmas képeket, fedezze fel, és érezze jól magát a közönökben. A tervek elfogadtak, immár kész a leltár. Tessék választani. Köszönöm a figyelmet. Végül pedig, nincs más átlanítő megköszönjem, hogy eljöttek, a média képviselőinek nagy szeretném megköszönni, és hát hagyományosan,